Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Ez a felvétel egy személyes jóslás Vízi Virág részére. Kedves Vízi Virág, üdvözöllek téged. Te kértél tőlem egy jóslást asztrológiával. Először kezdjük így kártyákkal. Ezt a jóslást én a szerelem kertjének nevezem. Itt van egy park, ebben a parkban egy szerelmes pár, ez a hölgy szimbolizál téged, és ez a férfi szimbolizálja őt. Először megtekintjük a te érzelmeidet, és ezt mutatja itt ez a kártya. Ezek a kártyák az én saját kártyáim, nagyon szép képek, és most a kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmeid, ezt ez a fa mutatja. Egy fa legyökerezik valahol, és ez, amire te vágysz, végre oda juss, ahova szeretnél. Kell neked a biztonság érzete. A fa jelent mozgásokat, egy felfele haladó mozgást, de ez lassú. Kell, hogy türelmes légy, mire ez a fa gyümölcsöt hoz. Kell hozzá türelem. Ez a fa jelenti az ősz hónapjait is, tehát előfordulhat, hogy ősszel változás lesz nálad, és ezt érezni is fogod. Milyen érzelmei vannak neki? Az egerek félelmeket mutatnak. Ő fél egy párkapcsolatot kialakítani, fél az érzelmektől, fél attól, hogy elveszít téged. Most megnézzük a te gondolataidat. Ezt mutatja itt ez a hegyvidék. A kártyáknak van szimbolikus jelentése. Ez arra utal, hogy te sokat töprengsz, elgondolkozol a helyzeten, valami nyomaszt téged, vagy vannak problémáid. Az ő gondolatát itt ez az út mutatja. Ő visszatér hozzád, mert ő kiválasztja ezt az utat, vagy tervezi ezt az utat. Visszatérve erre a kártyára, ez a kártya mutatja az időt is, a téli hónapokat. És az jelentheti azt, hogy a tél folyamán lesz újra egy találkozás. Nem csak ez a hegy utal erre az időre, hanem itt ez a kártya is, mert ez a felhő az jelenti a hónapokat, mégpedig fél évet. De erre még rátérek, erre a kártyára. Az ő gondolata tehát az, hogy visszatér hozzád. Van valaki a te életedben, aki közeledik hozzád, egy másik férfi, itt ez a kép arra utal, hogy te ezt lezárod, te ezt nem is szeretnéd, te nem vagy nyitott most egy új párkapcsolatra. Most megnézzük azt, hogy van-e az ő életében valaki, egy másik hölgy. Ez a kártya utal változásokra, gyakran költözésre is. Ha úgy lenne, hogy ő ismer valaki, akkor lesz a közeljövőben itt egy változás, és ő elfordul ettől a hölgytől. Vagy túltette magát ezen, és megváltozott a helyzet. Mit várhatsz tőle? Vagy mit tegyél annak érdekében, hogy közeledjetek egymáshoz? A választ megadja a hold. A hold mutatja az érzelmeket, a mély érzelmeket. Azt is, hogy vannak itt vágyak, remények és álmok. A hold
várakozó, vannak elvárásai. Tehát ne légy aktív, hanem ne add fel a reményt, bízzál abban, hogy álomszerűen kialakul itt a jövő, és ő fog közeledni hozzád. Légy visszahúzódó. Mit fog ő tenni? Itt a felhő arra utal, hogy ő még nagyon bizonytalan, és kell neki idő. Ez eltarthat fél évig. És mit mutat a jövő? Ezt itt látjuk, ahogy ez a forrás itt mutatja is, és ez a gyűrű egy házasságra utal. Én most megkérdezem az ingát. Szeret ő téged, visszatér hozzád? Igen, nem, vagy talán? Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged, visszatér hozzád. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő ezt lezárta. Amennyiben az inga megáll, úgy megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Az inga jobbra fordult ki, és az azt jelenti, ő szeret téged, és visszatér hozzád, úgy, ahogy ő tervezi. Kedves vízi virág, ez volt a jóslás, és most áttérünk az asztrológiai területre. Nos, mi most itt vagyunk ezen az asztrológiai részen. Mint ahogy a képen látható, itt van a tűz eleme, a kos jegye, az oroszlán jegye és a nyilas jegye a tűz elemében. Itt van a föld eleme, a bak jegye, a szűz jegye és a bika jegye. A levegő elemében a mérleg jegye, az ikrek jegye és a vízöntő jegye. És itt a víz elemében a rák, a szkorpión és a halak jegye. A te horoszkópodban a Jupiter bolygó a kos jegyében van. Jupiter segít neked. Jupiter bolygó szerencsét hoz, de mutatja a nagyságokat is. Itt a kos jegyében arra utal, ha bátor vagy, kezd el valami újat, gyakran szerencséd van az életben, megvan arra a lehetőség. De arra is gondolj, hogy milyen a belső értéked, vagy milyen a belső nagyságod, ez lehet egy új fordulat az életedben, ha ezt így észreveszed, a belső hang súgja ezt neked, Jupiter bolygó segít ebben. Az oroszlán jegyében van a holdad. A holdad szimbolizálja az anyukádat, szimbolizálja az anyai érzéseket is, azon kívül uralkodik az érzések felett. Az oroszlán jegyében számodra fontos, hogy a középpontban légy, hogy mások észrevegyenek téged, legyen megismerés, te mutatja a kisugárzásodat is. Itt van nálad a lefele mozgó holdcsomó, és ez utal egy kármikus útra, mégpedig azt az utat mutatja, ahol te már jártál, a múltadat, mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. Az oroszlán jegye utalhat egy királyságra is. A nyilas jegyében van nálad Szaturnusz bolygó, Uránusz bolygó és Neptun bolygó. Szaturnusz bolygó kihat a sorsra, őrzi a kármikus témákat, gyakran megleckésztet bennünket. Uránusz bolygó mutatja azt, hogy te különleges személyiség vagy.
Lehet, hogy pontosan ezt szeretné Szaturnusz bolygó is közölni veled, tehát őrizd meg a személyiségedet. A Neptun bolygó mutatja az álmokat, a vágyakat, de ebben hinnünk kell. Itt a nyilas jegye mutat egy irányt, és ez a centrum a mi galaxiánknak a központja, a tejút központja. Spirituálisan úgy lehet ezt leírni, hogy itt vannak a vágyak, a remények, a kívánságok. Ha ebbe az irányba tekintesz, akkor élheted az álmaidat, Neptun bolygó segít ebben. A bak jegyében van a Mars bolygó. Ez mutatja a te erődet, de a férfit is, a lelki társadat. Most, ebben az évben, és jövőre is, az indiai számítás szerint itt a bak jegyében mozog Szaturnusz bolygó. Itt lesznek sorsváltozások, sorsdöntő kapcsolatok, vagy egy lelki kapcsolat, amikor a sors utatok kereszteződik. Ebben segít ez a Szaturnusz bolygó itt a bak jegyében, amíg itt hat, tehát idén és jövőre. A bika jegyében van a Vénusz bolygó. Vénusz bolygó itt jól érzi magát, mert uralkodik a bika jegye felett. És ez mutatja a nőiességedet, azt, hogy szereted a szépet, a kényelmes otthont is. Plutó bolygó itt van a mérleg jegyében. Nem csak nálad, hanem azoknál is, akik ebben az évben születtek, vagy később, mert Plutó lassan mozog. De közöl valamit, mégpedig azt, hogy mi áll a középpontban a te életedben, és ezt mutatja itt a mérleg jegye, a belső egyensúly, az igazság érzete, a szépség, a nyugalom, a kreatív tevékenység vagy munka, azon kívül a párkapcsolat. Mert a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatokat is. A vízöntő jegyében van a Merkur bolygó. Merkur bolygó az a tudást is jelenti. A vízöntő jegyében nagy tudás, jó ötletek. Merkur bolygó nem csak a tudást jelenti, meg a kommunikációt, hanem a gyermekkort és az ifjúságot is. Itt a vízöntő jegyében azt kellett, hogy megtanuljad, hogy te okos vagy, meg különleges, meg van az egyéniséged. Itt van egy kármikus témád is, mert itt található a felfele mozgó holdcsomó. Egy sors út, amit a lelked kiválasztott, mert szükséged van erre a tanulásra, viszont ezen az úton még nem jártál. Ezt meg kell, hogy ismerd, és ebben segít neked Merkur bolygó és a vízöntő jegye. Itt a halak jegyében van a napod. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, és itt érzésekről van szó. Ebben a jegyben kettő hal van, és más irányba úsznak. Az egyik hal mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik hal, ez a másik irány mutatja a biztonság érzetét, bízik magában, bízik az életben, a víz az segíti őt, tehát nehézségek nélkül folyamodnak az események, megvannak a tervei, az álmai, és ebben bizakodik, nem adja fel. Ha ebben az irányban mozogsz, és megvan nálad ez a, mondhatnám, ősi bizalom,
akkor te élheted az álmaidat. Milyen kapcsolatok vannak a bolygók között? A napod a Neptun bolygóval áll összeköttetésben. A nap a halak jegyében, Neptun bolygó a nyilas jegyében, kettőjük között van egy kvadrát aspektus. Ezek kihívások, nehézségek. Ez lehet egy apai téma is, mert a nap az szimbolizálja az apát, a hold pedig az anyát. Tehát itt vannak nehézségek, csalódások is. Ezek a csalódások a múltaddal állnak összefüggésben. Segít az, ha mindig a jelent éled. Ne foglalkozz sokat a múlttal, de a jövővel sem. Így át tudod tenni magad ezeken a nehézségeken. A Mars bolygó egy trigon kapcsolatban áll Vénusz bolygóval. Mars bolygó itt a Bak jegyében, Vénusz bolygó a Bika jegyében. Mindkettő a Föld eleméhez tartozik. Ez segít neked szerencsédhoz. Itt a szerelemről van szó. Mars bolygó az a lelki társad, ez a férfi, és Vénusz bolygó mutatja a te nőiességedet és a szerelmet. Itt szerencse lesz, mivel mindkét bolygó a Föld elemében van, ez mutatja a reális dolgokat, de a biztonságot is. Tehát nálad kialakul egy párkapcsolat, ahol biztonságban élhetsz, és mivel a két bolygó egy ilyen harmonikus kapcsolatban áll, szerencséd lesz a párkapcsolat területén. Szaturnusz bolygó és Uránusz bolygó itt a nyilas jegyében egy úgynevezett konjunkcióban áll. Az azt jelenti, ők itt találkoztak és együtt hatnak. Te nem is tudod elválasztani őket. Szaturnusz bolygó az szeretné a régi dolgokat megőrizni. Uránusz bolygó pedig kitör ebből, és akar valami újat kezdeni. Mivel itt két különböző irány van, két különböző szemlélet, így változásoknál nem könnyű nálad döntéseket hozni. És most megnézzük a nagy szerelmednek a bolygóit, az ő napját és holdját, hol található. Az ő napja az a rák jegyében van, a víz elemében. Mivel a víz eleme az érzelmeket mutatja, ő érzelmekkel lát sok mindent az életben, az is előfordulhat, hogy néha túl érzékeny a rák jegyében, hajlamos arra, hogy visszahúzódjon, megsértődjön. Ez előfordulhat nála. Az ő napja az a határon van, mégpedig a határon a rák és az oroszlán jegyek között. Még a rákban, de ő kiismeri magát az oroszlán jegyében is, ahol a te holdad van és a kármikus csomó. Ő ide-oda mozog, mindkettőt ismeri, de visszahúzódik mindig a rák jegyébe. A rák jegye mutat családi témákat is, a családi kapcsolatok számára fontosak. Az ő holdja a Szkorpión jegyében áll, szintén a víz elemében. Tehát itt érzelmekről, mély érzelmekről van szó. Előfordulhat, hogy nagyon érzékeny és visszahúzódik. A Mars bolygó nála szintén itt a rák jegyében van. A Mars bolygó mutatja az ő férfiasságát. Nálad itt van a Bak jegyében,
nála a rák jegyében szemben állnak, és itt tükröződik valami. A Mars bolygó nem csak a férfiasságát mutatja, hanem az erejét is. Ha nehézségek vannak az életben, ha meg kell, hogy védje magát, itt a rák jegyében nem könnyű, ahhoz ő túl érzékeny. Merkur bolygó nála itt van az oroszlán jegyébe. Merkur bolygó kihat a kommunikációra, és itt van egy ilyen kapcsolat köztetek, kihat a te érzelmeidre. Jupiter bolygó nála itt van a Szkorpión jegyébe. Jupiter bolygó mutatja az ő nagyságát, hoz számára szerencsét. Itt a Szkorpión jegyében, a víz elemében érzelmekről van szó, transformációról, hogy áttegye magát a félelmeken, és bízzon saját magába, bízzon abban, hogy a belső hang irányítja őt, bízzon az isteni erőben, a szerelemben, és akkor érzi ezt a belső erőt, ami számára szerencsét hoz, mert Jupiter segít neki ebben. Vénusz bolygó nála visszatekintő, az utal a múltra, kármikus témákra, nála az oroszlán jegyében van, és összekapcsolódik itt a te holdaddal. Itt vannak érzelmek, emlékek, egy kármikus téma a szerelem területén. Szaturnusz bolygó nála a mérleg jegyében van. Itt fontos a párkapcsolat. És Szaturnusz hatása alatt az lehet egy ilyen kármikus szerelem, egy lelki kapcsolat. Uránusz bolygó nála a Szkorpión jegyében áll. Ez mutatja az ő személyiségét, hogy ő különleges, és itt kell, hogy az érzelmeire figyeljen. A félelmektől meg kell szabadulni, és kell a bátorság, az önérzet, a hit, a szeretet. Neptun bolygó a nyilas jegyében áll, ugyanúgy, mint nálad. Itt vannak tervek, álmok, remények, kell egy út, amit a nyilas jegye mutat. Én ezt mondtam is, mit mutat a nyilas jegye. Ez a centrum, ami galaxiáknak a központja, a tejút központja. Spirituálisan ez jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Plutó bolygó nála itt van a mérleg jegyében, ugyanúgy, mint nálad. Nála a felfele haladó holdcsomó az itt van a bika jegyében. Nála ez egy sorsút, egy kármikus út. Mutatom is itt a kártyánál, nála, itt a bika jegyében. Mégpedig az az út, amit az ő lelke kiválasztott, de még nem ismer. De kell, hogy ezen az úton járjon. Itt találkozik veled, itt van nálad a Vénusz bolygó. És a szerelem területén lesz egy új irány, egy új út, ami őt felszabadítja, amit az ő lelke kiválasztott. Érdekes az is, hogy ez év októberétől ez a felfele mozgó holdcsomó Rahu itt a bika jegyében lesz idén, és még jövőre is, tehát itt lesznek ilyen kármikus témák kettőtök között. Nála a lefele mozgó holdcsomó az az életút, amit ő ismer. A múltját mutatja, az itt van nála a Szkorpión jegyében. Ez az irány, ez az életút, amit ő átélt a korábbi életében. Itt van nála a lefele mozgó holdcsomó Kétú.
milyen kapcsolatok vannak nála. A Hold és ez a visszatekintő Vénusz bolygó egy kvadrát aspektusban áll. Ezek kihívások, nehézségek. Ezt ő átélte a múltban, mert Vénusz bolygó visszatekintő, és fél egy párkapcsolatot kialakítani. Fél attól, hogy elveszít téged, fél attól, hogy ugyanúgy, mint a múltban, csalódások érik. Az ő horoszkópjában Mars bolygó és Jupiter bolygó egy jó kapcsolatban áll, egy trigón aspektusban, és az mutatja az ő élet erejét, mutatja azt is, hogy ő látja dolgokat, ő észreveszi azt, mikor van szerencséje, és akkor ő aktív, szerencséje van, és kezébe veszi a dolgokat. Az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó, ez a visszatekintő Vénusz bolygó, egy kvadrát aspektusban áll Uránusz bolygóval. Ez is egy nehézség, ez is egy kihívás, a félelmekre utal, ő fél egy párkapcsolatot kialakítani. Uránusz bolygó mutatja a változásokat, a változások vannak a párkapcsolat területén, akkor ő elrohan, fél ettől, nekik idő kell, hogy ezt kiépítse. Az ő horoszkópjában hiányzik a föld eleme. Neki vannak céljai, ideáljai, érzelmei, ötletei, de nem tudja elképzelni, hogy ez megvalósítható. Vagy gyakran úgy érzi, hogy elveszti a talajt a lába alól, és olyankor bizonytalan lesz. Kedves vízivirág, ez volt az asztrológiai rész. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!